1300 milliárd forint a terület és település fejlesztési operatív program 2014 és 2020 közötti keretösszege. Országos szinten a forrás 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítják. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kapja ebből a második legnagyobb támogatási összeget, összesen 90 milliárd forintot, valamint Nyíregyháza, mint megyeszékhely további közel 30 milliárd forintot. A hatos választókerületben 104 program fog indulni hamarosan, illetve már jó néhány el is indult, és ez 15 milliárd forintot jelent. Ez területfejlesztési operatív program részeként érkezik a választókerületünkbe. A Nyírbátori Ipari Park kihasználtsága szinte 100%-os, mintegy 20 vállalat működik itt, köztük olyan piacvezető cégek is, mint például a Deal Air Cabin, a Coloplast vagy az Unilever. A cégek egyik elsődleges igénye az útfejlesztés volt, így korszerűsítik a Nyírbátort az M3-as autópályával összekötő szakaszt, illetve egy olyan összekötő utat is építenek, ahol a kamionok a települést kikerülve közelíthetik meg az ipari parkban működő gyárakat. Ezt szintén topos forrásból valósítják meg. Egy nagyon régóta húzódó támogatási döntésről van szó, amely Nyírbátornak is fontos, de fontos az egész megyének, a nyírbátori térségnek, hiszen rengetegen dolgoznak ebben az ipari parkban a megyéből, a környékbeli településekről, 50 kilométeres körzetből is járnak ide munkavállalók. Ez egy nagyon fejlődő ipari parki övezete lett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. Nyírbátorban újabb három topos pályázatot bíráltak el pozitívan. Ezt Rákosi Balázs, Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár jelentette be a település ipari parkjában. Az első nyertes pályázat a 274 millió forintos kerékpárút hálózat kiépítése, a második a nyírbátori napsugár bölcsőde 80 millió forintos bővítési beruházása. A harmadik pályázat részeként valamennyivel több mint 1 milliárd forintot biztosítanak az ipari terület bővítésére, valamint egy központi autóbusz megállóhely kiépítésére, de az összekötő utat is ebből a támogatásból építik, és energetikai korszerűsítésre is fordítanak ebből az összegből. Az elmúlt években több 10 milliárdos forrást is nyertek a településen működő vállalatok. A városban a vállalkozók a mai napig számos projektet nyertek el a GINOP gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében. Ha a számoljunk nem csalnak, akkor majdnem 30 milliárd forint értékben nyertek el eddig pályázatot a vállalkozók. Ez ugyancsak abba az irányba mutat, hogy a vállalkozások azok megerősödjenek, helyben minél jobban megvessék a lábukat, és tényleg, hogyha itt körbenézünk, akkor az ipari park az egy jó példa arra, hogy a vidéki Magyarországon igenis léteznek komoly ipari gazdasági centrumok. A magyar kormány legfontosabb célkitűzése a 2020-ig tartó időszakban, hogy megerősítse a vidéki településeket. Ennek érdekében javítja a helyiek munkalehetőségét és támogatja a helyben maradásukat. Közölte Rákosi Balázs Nyírbátorban.